Akár kilenc hónapra is elhalaszthatják a hitelek törlesztését Romániában. Ezt Florin Kőcú pénzügyminiszter jelentette be egy Facebook bejegyzésben. A szüksége állapot időtartamánál hosszabb időszakra lesz érvényes a hiteltörlesztések halasztására vonatkozó intézkedés, úgy a magán, mint a jogi személyek számára. Ezt mondta Kedden Florin Kőcú. A témában Ludovik Orbán kormányfő is állást foglalt, szintén tegnap. Folyamatosan tárgyalunk a Román Nemzeti Bank, illetve a pénzügyi intézmények vezetőivel, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást a munkaadók, illetve az alkalmazottak számára, akiknek hitele van. Megoldást kell találnunk számukra, mert valószínű vannak már olyanok is, akiknek jelenleg nincs lehetőségük törleszteni hiteleiket. Ma már konkrétabra fordult a hiteltörlesztések halasztásának ügye, Florin Kőcú pénzügyi tárcavezető Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy egyességre jutott a pénzügyi intézetekkel ez ügyben. Függetlenül attól, hogy jogi vagy fizikai személyek kérhetik a hiteltörlesztésének elhalasztását, az én javaslatom szerint 9 hónapig lehetne halasztani. Meglátjuk, hogy ez a javaslat megmarad-e a rendeletben, de megbeszéltem a Román Nemzeti Bankkal, amelynek van kellő likviditása, és a bankrendszer is pozitívan viszonyult a felvetéshez. A továbbiakban próbálunk még javítani a rendeleten. Húzzátette, a vonatkozó rendeletet csütörtökön nyújtja be elfogadása a kormánynak.